Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Havas Szófia, egy egészségpolitikus, de nem csak politizál az egészséggel, hanem gyógyít is, mint általában minden orvos. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hol tartunk a naptárban. 5780-at írunk, így jár havának 6. napján vagyunk. Míg a polgári időszámítás szerint 2020-at írunk, április 30-a van, és ha minden igaz, csütörtök. Szeretettel üdvözlünk minden Katalin és Kitti Utó nevű nézőnket, és mindenkinek, akinek ma van a születésnapja, a házassági évfordulója, vagy éppen már a szülőszobán vajúdik. És természetesen mindenkit, akinek ma valami különleges napja van, de azokat főleg, akik otthon maradnak, és ezzel megvédik önmagukat és embertársaikat. Nézzük, mit tesznek a bankok azért, hogy ezt mi túléljük. Az euró középárfolyama 354.25, míg az angol font 405.96. A várható időjárás 11 és 23 Celsius fok között várható. Ne rohanjanak orvoshoz, hogyha mindenféle fájdalmaik vannak, ez csak az időjárás miatt van. Igyanak sokat, figyeljenek oda folyadékháztartásukra, vegyék be a tablettáikat, kiegészítőjüket, most nyissák nagyra az ablakot, mert friss levegőre is szükség van, és hallgassák beszélgetésünket dr. Havas Szófiával, a doktornővel, aki nem csak politizál, hanem betegeket is gyógyít. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt, mindjárt. Hogy van a vírus? Köszönjük szépen, fejlődik. Akkor növöget. Hogy lehet, hogy szinte majdnem mindenhol a világon egy kicsit lazítanak? Vagy elég volt a bezártságból, és én most azt már hiszem, a gazdaságot kell megsegíteni? Így van, én úgy gondolom, hogy a 2-es számú verzió az igaz. Én nem látom azt, hogy ez a vírus gyengülne, sőt, inkább per pillanat erősödik az egészségügyben is, ezt tapasztalom. Egyszerűen az emberek úgy vannak vele, hogy most 2,5 hónapja, vagy 1,5 hónapja, melyik ország hogy áll ezzel. Bezárva vannak emberek, leginkább ott, ahol valóban be is tartják a korlátozásokat, és egyszerűen már nem bírják tovább a bezártságot. Ezt egyébként Budapesten meg lehet figyelni. Az első időszakban valóban üresek voltak az utcák, mindenki halt volt. Most már szinte hétköznapi tömegek, csúcsforgalom, dugók, mintha már fel is oldottak volna mindent. Nyilván a gazdaság is megsínlette ezt, hogy aztán ez mennyire lesz jó, vagy mennyire fog berobbantani egy nagyobb járványt, ez valóban 50%-os lehetőség. Főorvos asszony, vegyünk részt egy kis történelmi utazáson. Voltak idők, amikor hazánkat úgy hívták, hogy a vidám barak. Nem, a legvidámabb barak. A legvidámabb barak, mert idézzünk pontosan, tulajdonképpen igaza van. Abban az időben, hogyha egy oltást be kellett adni, vagy a gyereket el kellett vinni a védőnőhöz, akkor ez nem volt kérdéses, hogy föl fog kelni, és el fogja vinni a gyereket. Tehát ez nem egy kívánságműsor volt. Oltás van, oltásra van szükség. És nem filozofálgatása. Lehet, hogy annak köszönhető, hogy kellőképpen a magyar nemzet, illetve ez a generáció a felszabadulás után születettek, kellőképpen be van oltva? Vagy ahogy önök hívják, át van oltva? Én nekem szent hitem és meggyőződésem, és ez nem csak a legvidámabb barakra vonatkozik, ha megnézzük a környező ország számait, ugyanezt tapasztaljuk. Tehát a kvázi a KGST ország. A volt KGST, így van, a volt KGST országokban ugyanezt tapasztaljuk, ahol egyébként ugyanilyen egységes közegészségügyi járványügyi szabályok voltak érvényben, és akkor még külön képeztek is járványügyi szakembereket, külön egyetemen, Leningrádban volt egy ilyen egyetem, ahol kifejezetten... Ahogy annak idején hívták ezeket kölyállorvosokat. Így van, akik viszont abszolút szakemberei voltak mind a szervezésnek, mind a közegészségügynek, mind a járványügynek. Mi magunk is egyébként tanultunk ugyanilyen tárgyakat, sőt, még honvédelmi ismereteket is, és katonakönyvünk is volt, mert valóban ez egy félkatonai szervezet, de a válasz valóban az, hogy
többen úgy gondoljuk, akikkel beszélgettünk, hogy ennek köszönhető, ha megnézzük az környező országok számait is, nagyságrendekkel kevesebb megbetegedés, nagyságrendekkel kevesebb halálozás tapasztalható, mint mondjuk a nyugati országokban, például egy Olaszországban, ahol amúgy a piros lámpa az egyébként is csak ajánlás, nemhogy kötelező védőoltás. Szabadság hazájáról, Amerikáról ne is beszéljünk, ahol úgy tűnik, hogy teljesen elszabadult. Van szegényeknek elég bajuk, ne bántsuk őket. Hát én meg úgy gondolom, hogy ez már nem szabadság, maguk... ez egy picit, mintha anarchia lenne. Ez nem picit, én a magam részéről, amit látunk, hallunk, és amit személyes tapasztalatok alapján kollégák mesélnek, ez a legteljesebb anarchia és a legteljesebb káosz, és akkor még egy mondattal visszatérünk arra, hogy itt a különbség egy társadalombiztosításon alapuló állami egészségügy, illetve egy magán biztosít egy magánegészségügy, amelyik nem képes, akárki akármit mond, nem képes ellátni, mert tessék megnézni, az elmúlt hónapokban mindenki, minden országban, beleértve még Amerikát is, az államtól várta azt, hogy egy ilyen járványhelyzetben megoldást adjon, pénzt, forrást biztosítson, gyógyítson, stb. A magánszektor erre se felkészülve nincs, nem is alkalmas arra, hogy milliós nagyságrendű betegpopulációt, beteganyagot gyógyítson. Akkor beszéltünk most a múltról, ha már egy pillanatra még régebbre visszamegyünk, a századforduló elején, amikor az ismert mindenféle szent kórházainkat építették, akkor valahogy ilyen pavilonrendszerbe építették, akár a fönt Budán, akár Erzsébeten, ennek, hogyha odafigyeltem beszélgetéseink elejére, akkor az volt az oka, hogy zsilipelve legyenek, és ne fertőzzék át egymást. Ma, amikor ilyen toronykórházakat építenek szerte a világon, nem áll fönn ennek a veszélye? Úgy tűnik, hogy eleink bizony nagyon okosak voltak, amit mi... Vagy akkor még olcsóbb volt a föld? Nem az olcsóság, mert azért ezek nem voltak olcsó intézmények. Az eleink nem véletlenül pavilonos intézményeket, pavilonkórházakat építettek, azzal a nem titkolt szándékkal és az akkori tudásnak megfelelően, ahhoz, hogy bármilyen járványt meg tudjanak állítani, vagy elkülönítve kezeljék a betegeket, ehhez az a legjobb, hogy külön épületekben helyezik el. Aztán teltek múltak az évek, évtizedek, sőt évszázad, és úgy gondoltuk, hogy mind fenntarthatóság szempontjából, anyagtakarékosság, kényelem, stb. Szempontjából nagyságrendekkel jobb egy tömbkórház, ahogy ön mondta, Torony kórház, mi ezt tömbkórháznak hívjuk, és hát olyanokat kezdtünk építeni. Aztán kitört egy világjárvány, és kiderült, hogy bizony, mégiscsak az a legjobb, hogyha pavilon rendszer van, és most minden intézmény azon görcsöl, hogy így mondjam, hogy hogy lehetne külön a pavilonba, külön épületbe, külön egységbe elhelyezni a covidos betegeket, hogy lehetőség szerint a... sátrakat építeni az udvaron. Vagy hogy a fertőzést minimalizálják. Tehát bizony az eleink sok mindent tudtak, amit mi nem is gondoltunk. Valószínűleg a jövőben ezeket bizony újra kell gondolnunk, főleg akkor, hogyha tudósok előrejelzése szerint, és hát a, mondjuk akár egy influenza vírus, hogy mondjam, életét tekintetbe vesszük, hogy ez a Covid, ez itt fog velünk maradni. És akkor mit ajánl a jövőben? Mert hogyha a múltról beszéltünk, az rendben van, de ön előtt még sok esztendő áll. Nagyon kedves. Tehát akkor próbáljuk megoldani, hogyha akkor az annyit jelent, hogy a privát gyógyászatot tegyük félre, és egy közegészségügy legyen, és állami feladat legyen, és megint erőszakkal átoltjuk az egész nemzetet, és nincsen... Én nem gondolom, bocsásson meg, az, hogy valami kötelező, az nem még messze menően nem jelent erőszakot. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megállíthassunk járványokat, és akkor tessék gondolni a himlőoltásra, a szabincseppekre, a hát gyermekbénulásnál. Az pedig Afrikában újból felütni készül a fejét. Na most... és minden egyéb ilyen oltásra, stb.
ami kötelező volt, ennek a haszna egyértelműen látszik. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ezeket a újra és újra előjövő világjárványokat valamilyen módon megállítsuk, ehhez bizony vissza kell állítani. Magyarországon én nem gondolom meg itt szerencsére... Akkor az egészségügyben ezt az anarchisztikus liberalizmust félre kell tenni, és azt mondani, hogy ez nem képzi vita tárgyát, erre szükség van, punkt. Így van, ez pontosan ezt jelenti az én olvasatomban. A magánegészségügynek megvan a helye és szerepe, diagnosztikában, de egyébként, ha már meg Amerikát is szóba hoztuk, azért ott is hát, nagy kórházat... Hát az amerikai elnök azt ajánlotta, hogy vegyszerekkel tisztítsuk a gyomrunkat, és én amikor a betű összetudtam az első szavakat olvasni, akkor azt olvastam el a hipós üvegen, hogy nem gyerekeknek és távol tartani tőlük, tehát arra gondoltam, hogy nem kéne, hogy megígjuk. Egyébként semmi probléma, ki lehet próbálni, Trump kipróbálja, és meglátjuk, hogyha... Hát akkor nem lesz elnök legközelebb. Hát ez már az ő problémája lesz. Én úgy gondolom, hogy ezt minden vajon ilyen kis... viccnek szánta, mert a mellette ülő orvos professzor asszony, aki ott ült a szélén, nekem úgy tűnt a képen, mert a kamera így észrevette, hogy enyhén sápat volt, és mintha levegő után kapkodott volna. Hát ismerve Donald Trumpot és az ő szellemi képességeit nem hiszem, hogy viccelt volna. Ennyit nem tételezek fel róla, ilyen fantasztikus humorérzéket. Valószínűleg valahol hallott valamit, és ő azt a saját agyában átalakította erre, hogy ha már fertőtleníteni kell, akkor kívül belül a hipó valószínűleg jobban járt volna, hogyha magyar alkoholistákkal beszél, mert ők azért tudják, hogy az etil alkohol sokkal jobb első fertőtlenítés. Hát meg lehet vakulni is. Az metil, én az etilt metil. Mondtam. Kíváncsi voltam, hogy ébren van-e, mert teljes korán mértékben. Azt mondja meg nekem 3 mondatba, ha ezt túléljük, mi a teendőnk? Mi a következő next step, következő lépés, amit tennünk kell önmagunkért és a társadalomért? Hát én úgy gondolom magam részéről, hogy mindenféleképpen fokozatosan lehet és érdemes felszabadítani az országot, a világot. Valószínűleg sok mindent újra kell gondolni, az utazás és szokásainktól kezdve a viselkedésünkön át. Tehát vége van a magyar puszinak, hogy szia-szia, és mostantól kezdve távbeszélünk, és nem a kezünkkel? Valószínűleg azért ez valamelyest vissza fog térni, de nyilván a társadalmi szokások is bizonyos mértékben meg fognak változni, főleg akkor, hogyha ez a vírus nem tűnik el végleg, és újra, mint az influenza előjön. Tehát nyilván másképp kell erről gondolkodni, a kórházi ágyakról is, meg még sok mindenről. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Havasz Szófia, a Szocialista Párt, igen, van még ilyen, a Szocialista Párt egészségpolitikusa, és egy ágy mellett gyógyító orvos volt a vendégünk. Most következik egy fiatal politikus, Bőröc László, a Fidesz országgyűlési képviselője. Tartsanak velünk!